1998 óta működik a Nyírteleki Civil Centrum Egyesület. A fogyatékkal élők gondjaival, bajaival, ápolásával foglalkoznak. A szervezet által működtetett fogyatékosok nappali intézménye 40 főt fogad be. Gyógymasszázs, sporteszközök, speciális egészségmegőrző gépek és kulturális foglalkozások is várják a fogyatékkal élőket az intézményben. A nappali ellátás mellett egy támogató szolgálatot is működtetnek, most pedig újabb szakellátással, a támogatott lakhatással bővül a feladatkör. Ez a támogatott lakhatás, ami most nagyon fontos EU és Magyarország szempontjából is, ennek a lényege az, hogy akik nem intézményben valók fogyatékos emberek, azok családi körülmények között családi házban élhessenek, és úgy gondoltuk, hogy Nyírteleken is adunk a lehetőséget így a fogyatékosainknak. Egy 8 fős ilyen házat fogunk most berendezni nem sokára, és akkor ott élhetnek családi körülmények között a fogyatékos emberek. Az egyesület elnöke elmondta, az önálló életházát egy alkalmas nyírteleki családi házban valósítják meg. A szükséges átalakítások után itt kezdhetik meg önálló életüket az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok. 8 fővel szeretnénk indítani a házat, és minden szobába 2 fő fog lakni életvitelszerűen. Ennyi és középsúlyos értelmi fogyatékos személyeknek tudunk szolgáltatást nyújtani, illetve egy szobát szeretnénk fenntartani mozgássérült embereknek. A tervek szerint nem csak a lakhatást biztosítják majd az itt élőknek, hanem lehetőség nyílik nappali foglalkoztatásra, egészségügyi ellátásra és az étkezés biztosítására is. A jelentkezőket és a ház berendezéséhez szükséges adományokat még várja a Nyírteleki Egyesület.